Az alacsonyabb jövedelműeket segíti a GYED Extra és a kiterjesztett járulékkedvezmény. Másrészt a munkába visszatérni kívánó édesanyák és családjuk helyzetét könnyíti meg. Utóbbi célt szolgálja a Fidesz kormány által elindított bölcsődeépítési, bővítési és felújítási program is, mondta el Soltész Miklós a Paksi Fórumon. Magyarországon azért a nagyon nagy többség még a hagyományos családban gondolkozik. Nem véletlen az, hogy az ország nagy része azért elfogadja az új alaptörvényünkben az, hogy a házasság az egy férfi és egy nő kapcsolata. És azt gondolom, hogy a mi képviselőinknek, akik ki fognak kerülni a parlamentbe Fidesz-KDNP részéről, Európában igenis a hagyományos családmodellt hagyományos módon kell képviselni a családokat is, illetve hát a családpolitikát is. Kósa Ádám a fogyatékkal élők támogatását megcélzó reformról beszélt. A fideszes Európa parlamenti képviselő elmondta, hogy az eddigi segélyalapú ellátás helyett egy olyan ellátórendszert épített ki a kormány, ami a foglalkoztatást, az elhelyezkedést segíti. Ennek köszönhetően 15 ezerrel több megváltozott munkaképességű dolgozik Magyarországon, mint 4 évvel ezelőtt. A foglalkoztatás politika az nemzeti hatáskörbe tartozik. Az Európai Parlamentben inkább olyan folyamatokkal foglalkozunk, amik általános érvényűek az Európai Unió tagállamaira nézve. Ebben sikerült jelentős előrelépéseket elérni. 2011-ben kezdtünk meg egy olyan jelentést előkészíteni, ami a fogyatékkal élők társadalmi befogadását és mobilitását szolgálja. Ezt a jelentést nagy többséggel elfogadta az Európai Parlament, és ennek következményében pedig most már konkrétan foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Az európai parlamenti képviselő arról is beszélt, hogy támogatja a kötelező önkéntesség 4 éve bevezetett gyakorlatát az iskolások körében, hiszen a fiataloknak is meg kell tanulniuk a toleranciát, egymás elfogadását és segítését.